Mint megtudtuk, az aszályos időjárás egyáltalán nem kedvezett a termésnek. A helyzetet a közelben lévő háború, valamint az elhibázott brüsszeli szankciók is nehezítik. Hát gyakorlatilag ugyanaz, mint az összes tavaszi növényünket, sőt az őszieket. Az évszázad aszályán vagyunk túl. Ez meglátszik a mögöttem levő növényállományon is, hiszen mind a gazdálkodó, mind a kukorica megpróbálta azt a pici vizet, ami a talajban maradt tavasszal felhasználni, sajnos nem sikerült, hiszen egy 4 hónapos, rendkívüli meleggel járó, csapadék nélküli időszak az Alföldnek ezen a részén a tavasziak termését gyakorlatilag lenullázta. Gyakorlatilag nem termett semmi. Tehát ha azt mondom, az előző évhez képest 100% a veszteség, de akár minden 2-3% tövön találhatunk egy ilyen csövet, hát ami szívesen mondom ki, mert síralmas, tehát amennyire kilódott szerencsétlen növény. Hát most ez van. A kukorica árát azonban nem befolyásolja, hiszen nem a hazai terméstől függ a kukoricának az ára. Ezt a gabonatőzsdéken döntik el, illetve Ukrajnából is megindult Európa fele is, és a világ más része fele az import, ezért a kukorica ára nem emelkedett a tavalyihoz képest, hanem csökkent. Tehát a gazdálkodókat most igen jelentős veszteség éri emiatt. Most épp a növénytermesztésről beszélünk, de a növénytermesztési termékeket használja fel az állattenyésztés, a humán élelmezés, tehát ez végiggyűrűzik. Azt mondom, hogy köszönhetően annak is, hogy az Unió visszatartja a pénzeket, hiszen azokból a pénzekből korszerű, a jelenlegi ütemnél sokkal dinamikusabban fejlődő öntözéses gazdálkodást tudnánk az országban létrehozni, ami azt eredményezi, hogy lényeges termés többlettel rendelkeznénk, ami ugyan magukra, az árakra felhajtó hatással nem lesz, de ennek eredményeképpen olcsóbb lehetne a takarmány, olcsóbb lehetne a hús, olcsóbb lehetne a tojás, olcsóbb lehetne a tej, olcsóbb lehetne a kenyér. Tehát az uniós szankciók és annak következményei, illetve az országunknak járó pénzek nem ideadása, az nem csak az iparról szól, az szól a mezőgazdaságról, szól az emberekről, szól az élelemről.